Futbolista feleségek rovatunk következik, amelyben a háromszoros válogatott Futács Márkó sportos nejét ismerhetik meg, aki átállt a vegán étrendre, és igyekszik Splitben futballozó férjét is a legegészségesebben táplálni, ha már az ultrák rosszul bánnak vele. Futás Gitta villámlátogatásán járt itthon Dalmáciából, és elmesélte, hogyan lett szenvedélye az egészséges életmód. Belecsöppentünk Futács Márkó feleségének és két éves kislányának itthoni hétköznapjaiba. A csatár a horvát Hajduk Split csapatában futballozik 2016. júliusa óta, így Futács Gitta és a két éves Mia kétlaki életet élnek. Ingáznak Budapest és Split között. Azonban mindegy, hogy Gitta épp melyik városban van, mert a sport nem csak férje miatt van jelen az életében. A Beacba kosaraztam, egy évet a Vasas csatában, aztán újra a Beacban, és nagyon-nagyon szerettem. Kinőttem a juniorból, és akkor lett MB2, MB1B, indultunk mindenbe, hétvégén volt, hogy három meccsünk is volt. Majd a versenyzést abba hagyta, azonban a sport maradt az életében. Fut, aerobikozik, konditerembe jár, és amikor kiutazik férjéhez és együtt vannak, akkor a sport is egy fontos tevékenység. Akárhova megyünk nyaralni, ha csak három napra is, mi mindig viszünk edzőcuccot, reggel 7-kor már ott kezdünk, hogyha edzésre kezdünk, szóval ez szerintem itt tökre össze is kapcsol minket. Futunk, elmegyünk, kitörésezve sétálunk haza, szóval ez szerintem egy hatalmas pluszt ad a kapcsolatnak. Amikor pedig egyedül van itthon, akkor igyekszik tartani az edzés tervét és heti 5-ször találkozni személyi edzőjével. Elsősorban izomtan megnövelés a cél, ezért a legtöbb edzésünk az súlyzóval történik. Ezen kívül ugye részt vesz a csoportos óráimon is, ezek aerobik órák, ott főként ugye a kardiós, az általános alakformálása a cél, illetve ezen kívül funkcionális edzést is végzünk, ami főleg ilyen instabil helyzetekben történik, tehát ilyen stabilizáció, mélyebb izmokat megdolgoztatunk. De azt figyelsz a hasadra feszített közben. Nem kell nyüstölni, hogy csinálj meg a feladatot, nem kell számolnom neki, úgyhogy nem egy nehéz tanítvány, megvan az alázat és a kitartás, úgyhogy nincs ezzel gond szerencsére. A sportos életmód mellé pedig az egészséges táplálkozás is hozzátartozik Gitta életében, és ez másfél éve lett a szenvedélye, vegán táplálkozásra váltott. Édesanyám több mint 10 éve vegetáriánus, félig meddig vegán is, tehát én úgy nőttem fel, hogy rizstej volt otthon, rizstej színnel főztünk, gabonakolbászt raktunk a rakott krumpliba, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy így egy videó, amiben belebotlottam, így az állatok, hogy tartják őket, az, ami így átlippentett, és akkor lettem fanatikus. Beleásta magát a témába, hús, tojás, laktóz, cukor nélkül sütött, főzött. Kipróbált recepteket, és ő maga is kitalált jó néhányat, amelyeket folyamatosan fejleszt, és receptjeiről blogot vezet. Én az oldalmon próbálom bemutatni azt, hogy mindent le lehet utánozni. Tehát a carbonarától kezdve a baconig mindent le lehet utánozni. Mindenkinek azt tanácsolja, amikor rálép valaki erre az útra, nem kell bonyolult dolgokkal kezdeni. Egy nagy adag saláta mindig van, valami hüvelyes, rizssel, akármivel, csicseri borsó, kis szósszal, paradicsomszósz, zabtejszínnel összekeverve, szóval nem kell bonyolult dolgokat. Az a lényeg, hogy minél több friss, élő zöldség, nyersen, hatalmas turmixok általában abban indítunk reggel, vagy zabkása. Férjét, Futács Márkót is szépen fokozatosan a vegán életmód felé terelte. Egyre nyitottabb. Először az volt a felállás, hogy otthon nem eszik, mert a klubban úgyis ő azért nagy százalékban a klubban eszik, és akkor ott eszik eleget, de most már egyre többször mondja, hogy klubba se evett. Tehát ő is így kísérletezget magán, hát másfél éve hallgatja, meg nyilván rakom elé a könyveket folyamatosan, úgyhogy ragad rá is.